Dash, Professor Henrietta DeLay has been researching Fukushima and its impacts here in Hawaii since the nuclear disaster back in 2011. She says Hawaii shouldn't see any impacts to people or animals. Igen, ugyanis ami bekerül a hírekbe, az ugye az a negatív része. De például, amikor Fukushima megtörtént Japánban, ugye a hármas katasztrófa, akkor rengeteg radioaktív anyag került az óceánokba, ezzel sokat foglalkoztunk, mert ugye Hawaiion izgultunk, hogy mi fog arrafelé jönni, és kutattunk például, sok cézium ment ki az óceánba, használtuk a céziumot, így tanulmányozni, merre mennek az áramlatok a Japán és Hawaii közt, és halakban is mértük a céziumot. Kiderült, hogy kevesebb cézium került a halakba a Fukushimából, mint már volt, ugye a Csernobil és egyéb forrásokból, és még abból is sokkal kevesebb van, mint a természetes kálium 40-esből. De ezt nehéz egy embernek úgy fölfogni, hogy igen, lett hozzáadva, de 1%-a annak, ami már természetesen benne volt. Ezt is nehezen értik az emberek, értik meg, hogy végül is a radioaktivitás, a természetes radioaktív elemből jön, például a kálium 40-ből, vagy a cézium 137-esből, ennek végül is ugyanaz a hatása. És mindig van egy alap radioaktivitás körülöttünk, ez ugye a sejtekben tud így is úgy is kárt okozni, fölbont bizonyos molekulákat, amiket aztán a sejt megjavít. Na most, amikor túl sok ilyen roncsolás van, akkor ugye nem tudja a szervezet jól megjavítani a hibákat, ekkor kezdődnek a daganatos megbetegedések, stb. De ilyen alap, bennünk is radioaktivitás van, bennünk is vannak radioaktív anyagok, és körülvesznek. Ezzel születtünk, a Föld maga tele van radioaktivitással. A gond akkor kezdődik, amikor tömörül, és károkat tud ugye okozni. Úgyhogy ez az, amitől azért félünk, ami történik például a reaktorokban. De egyébként rengeteg békés felhasználása van a radioaktivitásnak. A Nemzetközi Atomenergiai Bizottság végül is ezzel is foglalkozik, hogy kihasználni a radioaktivitást békés utakon, és ők is adnak pénzeket arra, olyan kutatásokra, ahol ki van használva a radioaktivitás. Én is voltam tanulmányokon, amiket ők finanszíroztak, és végül is csak annyi történik, hogy vannak ugye a stabil elemek, meg amelyik már nem annyira stabilak, és szétesnek, lebomlanak. De ez törvényszerűen történik, ezért ki tudjuk használni magát, azt a radioaktív szétbomlást, fölbomlást, arra, hogy például időt mérjünk vele, meg ilyen új lenyomatok, vegyészi új lenyomatok keletkeznek a vízben, ennek köszönhetően, ami szerint meg tudjuk mondani, ez a víz innen ered, és ilyen idős az áramlat például, vagy a talajvíz. Nem úgy nőttem föl, hogy óceánográfus akartam lenni, és tényleg a fonal a karrierem során az a vegyészet volt, és igen, az már alapsuli alatt kialakult, hogy szerettem, meg szerettem így a realtantárgyakat, matematikát, fizikát, és aztán mentem élelmiszeripariskolába, ami szintén vegyészet volt, és ez Nyitrán volt, sokat buszoztam, minden hétvégén hazajártam, akkor kezdték építeni a Mohi atomerőművet, mondom, jó, hát atomkémia se rossz, akkor azt mentem tanulni Prágába, és az atomkémián belül szintén környezetvédelem, környezetismeret, kihasználva a radiokémia alapjait természetesen. Na és amikor eljött a lehetőség, hogy kimenjek az Egyesült Államokba, csak úgy kinézni, úgy gondoltam, hogy kimegyek egy ilyen fél éves ott létre, szintén atomkémiát, vegyészetet csinálni, elvittek egy-két útra, kutatóútra oceanográfusok is, és megtetszett, felajánlották, hogy maradjak, és maradtam, de mondom, hogy ugyanúgy vegyészettel foglalkozom, ugyanúgy az óceánon, mikor azt mondjuk valakinek, hogy az óceán, biztos bálnákat, delfineket tanulmányoz, nem? Én a vegyi összetételeket, és végül is a kémiai összetételeket, a kémiai új lenyomatokat használom ki a kutatásra.
Már úgy nőttem föl, szüleim is mindig erre nevelték, hogy egy egészséges testben, egészséges lélek, ugye sportolni is kell, tanulni is kell, és ugyanígy vagyunk a környezettel. Ha mi egészségesek legyünk, ahhoz az kell, hogy a környezetünk is egészséges legyen, a természetet ugyanúgy óvni kell, mert ha elrontjuk a dolgokat, akkor az ránk is kihat. És ugye ebben a filozófiában nőttem föl, úgyhogy végül is most olyan stádiumban vagyok a karrieremben, amikor én választom ki, hogy mit, pontosabban mit akarok tanulmányozni, és azért mindig odahúz a szívem, hogy mindig azt nézem, oké, hogy tudjuk jobbá tenni a helyzetet. Rengeteget foglalkozok azzal, hogy mi emberek milyen szennyvizet, meg egyéb szennyezést engedünk ki az óceánokba, és ez hogy kihat nem csak a vízre, hanem az ekoszisztémára, a korallokra és mindenre. Úgyhogy ahogy mindig oda jutok ki, hogy persze atomkémia is, meg a radioaktivitás kihasználása, de azért most már ott vannak ugye a nitrogén magában, az itt is köztudottan elterjedt a talajvízben, de ugyanúgy permetszerek, gyógyszerek, rengeteg gyógyszer találunk most a talajvizekbe, amik kifolynak az óceánokba. Ez a talajvizekbe is gond, az ottani ekoszisztémának, annak, hogy mi fogyasztjuk a talajvizet, visszajön az a gyógyszer, meg az is, hogy aztán kifolyik a tengerbe, ahol a korallokra is hat. Valakinek azt mondjuk, hogy Hawaii paradicsomnak képzeli a helyzetet, és bizonyos részei azok, viszont ahol sok az ember, ahol nagy a sűrűsége az embereknek, ott azért nagyon látni a korallokon is, a korallzátonyokon is, a kémiai összetételén is a víznek, hogy igen, itt körülöttünk emberek vannak. De az óceán annyira fantasztikus, hogy próbálja magát megjavítani, egyensúlyt megtalálni, egyensúlyban tartani. Ugye hatalmas mennyiségű víz, ezért föloldódnak a dolgok, elkeverednek, és azért úgy meg tud kicsit javulni, de mivel egyfolytában, ott, ahol emberek vannak, egyfolytában az emberek hatás alatt van, ott tényleg látjuk a korallok számának a csökkenését, vagy kifehéredését, ugye a hőmérséklettől, de még az emberi stresszektől is. És még megemlíteném, hogy például Antarktiszon is kutattam, és ott is látjuk az emberi új lenyomatokat, annak ellenére, hogy ott aztán igazán kicsi az embersűrűség, de az áramlatok, a légáramlatok és a vízáramlatok most már mindenhova elkeverték, elvitték ezeket az emberi vegyületeket és kihatásokat. És hogyha az eredményei megszületnek, és gondolom tanulmány formájában rendszeresen ugye benyújt ide-oda valamilyen értékelőt, vannak partnerek, akikkel ezt meg tudja beszélni, vagy tudja továbbítani olyan intézményekhez, akik hathatósan oda tudnak lépni, hogy igen, milyen változások kellenek országos szinten, társadalmi szinten, civilizációs szinten, hogy tényleg látja ezeket tehát látja értelmét a munkájának, egyszerűen egy mondatba belefoglalva? Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis az akadémia hosszú ideig úgy volt, hogy mi alapkutatást végzünk, mindegy, hogy van-e értelme most, majd hosszú távon lesz, mert hogyha ezt felfedezzük, akkor ez most egy ilyen puzzle darab a nagyobb képhez. De most már egyre jobban az van, hogy nem lehet így izolálva kutatást végezni, hogy tényleg persze meg kell csinálni az alapkutatást, de aztán alkalmazni kell és el kell magyarázni, főleg az, hogy nagyon nyomnak azok, szóval ilyen hatás van most már attól, akiktől a pénzt kapjuk kutatásra, hogy igenis fordítsuk le. Ne csak azt az akadémiai publikációt csináljuk meg, fordítsuk le, csináljunk riportokat, csináljunk előadásokat, hogy igenis az emberek, az ott lakók értsék, de ugyanúgy a szervezetek és a azok, akik hozzák a hatást, igen, akik
Igen. Döntéshozók. Döntéshozók, köszönöm. Beleszól a politika ebbe a dologba? Bele nagyon. Ezért a politikusokhoz is gyakran megyünk, és elmagyarázzuk nekik, hogy ez a helyzet. Ugyanúgy benne vagyunk, gyakran meghívnak olyan bírósági ügyekbe is, bevonnak, hogy tényleg úgy legyenek megcsinálva a döntések, hogy mit mond a kutatás, nem csak az, hogy mit mond a pénz, vagy az érdekek. És ez jó felé halad, de még messze vagyunk attól, hogy tényleg nézzük csak meg, hogy tényleg mi az A és a B. Mit mond a kutatás, mit mond a tudomány. Viszont nincs mindenre válaszunk, ez a másik dolog természetesen, az egész, ez komplex. Például, hogy tudja valaki megmondani, mennyit ér az a korallzátony. Az ugye a turizmus segíti, ez egy pénzérték végül is. Az egész ekoszisztéma és a tápláléklánc alapja, ez is egy pénzérték, de ezt nehéz pénzben ugye kifejezni. Úgyhogy azért nem lehet mindent lefordítani egyszerűen a politikusoknak, de igyekszünk. Igen, tényleg egy olyan helyen él és olyan helyen kutat, dolgozik, ami abszolút turisztikai paradicsomnak számít, és az utóbbi években most már tényleg azt látjuk, mi itt a falunk fölött csak látjuk, hogy úgy járkálnak a repülők fölöttünk, és úgy használják az emberek a repülőt, mint mi a biciklit valamikor régen a mi nagyszüleink. És nem tudom elképzelni, hogy és majdnem minden ország valamilyen szinten próbál belekapaszkodni a turizmusba, mint felhajtó erőbe, de viszont nem tudom elképzelni, hogy ezt végtelenségig lehet csinálni. Tehát, hogy például Hawaii szintjén vannak-e olyan megkötések, hogy azt mondjuk, hogy igen, most éves szinten ennyi mennyiségű turista beáramlott az országba, de most már stop, ne engedjünk be senkit, mert az egyszerűen rosszat tesz az országnak, a víznek, a légkörnek, az otthoniaknak, tehát az őslakosoknak. Vannak ilyen törekvések? Persze, vannak törekvések. Hawaiion például limitálják azt, hogy mennyi ez az Airbnb működhet. Egy nagyon szomorú eset vezetett ahhoz, hogy most már tényleg nagyon elgondolkodtak azon, hogy is kéne ezt csinálni, ugyanis Maui-n volt a Lahaina város leégett, és rengeteg ember elvesztette a házát, és ugye akkor nem lehet megengedni, hogy a turisták kivegyék az összes hotelt, ők meg ugye hontalanok lettek. Ezért nagyon elgondolkodtak az ottani politikusok, és próbálják kitalálni, hogy akkor hogy kell ezt megoldani, mennyi az a turista, ami jöhet, mennyi nem csak hotelszobát, de ezt az Airbnb, szóval saját a lakásokat is kiadni, minek van értelme. Meg azért a tengerpartoknak is van limitje, hogy mennyi a befogadó képessége. Vannak ilyen nemzeti parkok, ahol limitálva van, hogy mennyi ember léphet be. Interneten meg kell előre vásárolni a belépőt, és bizonyos számú belépő van egy napra, sőt, vannak olyan napok, amikor be is vannak zárva, egy bizonyos öbölre gondolok most, hogy az bezárják kétszer egy héten, egy napra, hogy legalább valamennyire föllélegezzen a természet. Ezek kis lépések, de ez van. És utaim során, mert ugye több csendes óceáni szigeten is kutatok. Azért szerintem az új-zélandiak csinálják a legjobban, ott tényleg annyira jó szinten működik a turizmus, meg persze nagyobb a föld is, úgyhogy jobban el tudnak begyűlni az emberek, de ott tényleg megvolt minden határozva, mennyien mehetnek, és hol a pihenőhelyek, hogy ne hagyjál ott semmi szemetet természetesen. Érdekes ugyanúgy Húsvét-sziget, ahol mehet a turista, de a városba bemaradhat, de amint kilép a városból és akar menni kirándulni, megnézni a hírességeket, a szobrokat, már kell fölvennie egy kísérőt. Helyi kísérők vannak, akik igenis vezetik, és hogy ide most nem megyünk be ebből az okból, mert ezt tiszteljük, ez ebben nem fogunk belépni erre a helyre, és akkor ezt lehet, és ezt nem lehet. Szóval ez is meghatározza, hogy akkor mennyi ember megy oda, mert csak bizonyos számú kísérő van, nem is olcsó, ez is egy módja abban, hogy lehet például regulálni a turizmust. Viszont az ellenér meg az, hogy de jó, hogy nyitott a világ, és mehetünk, és láthatunk, számomra a legnagyobb pozitívum abban, hogy ilyen nyitott a világ, hogy igenis
látjuk, hogy élnek mások, respektáljuk mások kultúráját, tanuljunk mások hibáiból, és úgy jobban éljünk együtt, mint emberek. Honnan tud legjobb példát hozni? Új-Zélandot említette, és hogyha már így a világot körbejárta, mert gondolom, hogy igen, körbejárta, mi az, ami igazából azt mondta, hogy ezt szeretném így átemelni, így megfogni és átemelni, mert annyira jó. Tehát mi az, ami csúcs volt az ön számára, csúcs élményt jelentett, hogy igen, ezt így kéne csinálni talán az egész földgolyón. Hol élt meg ilyen érzést? Havajon van ez az érzés. Havajon? Havajon van az az érzés, persze sehol nem tökéletes minden. De ami tetszik Havajon, az, hogy az emberek annyira odafigyelnek a természetre, az ott lakosok, úgy ott lakók. Rendszeresen járnak tisztítani a tengerpartot, összeszedni, ugye nem csak a saját szemétünk van ott, hanem az áramlatok ugye hozzák, és ez mindig ki van tisztítva az algákat szintén kiválogatják, kiszedik a tengerbe, ez rengeteg időbe telik. És úgy odafigyelnek, hogy igen, egy sziget vagyunk, a hatalmas óceán közepén tudjuk, hogy csak magunkra számíthatunk, vízforrás szempontjából például nem fognak nekünk odahajózni vizeket. Hogy kell vele törődni? És igenis az ott lakókat érdekli, hogy mennyit esett, mennyi talajvízünk van most, mi van a vízben, mennyire tiszta, rengetegen fölkérnek mindig, hogy számoljunk már be, csináljunk már kutatást, hogy ez így folytatódhat, meg lehet még több házat építeni. Úgyhogy ez tetszik Havajon. Egyébként még a Húsvét-szigeteket mondanám, ott annyira harmóniában élnek, ott 7000 ember él, a sziget nem nagy, és annyira harmóniában élnek a természettel, ami szintén egy érdekes konundrum, mert őróluk pont azt tanították ugye az archeológusok, hogy hát tönkretették az erdeiket, mert a sziget be volt pálmafákkal, erdős volt természetesen, de most tudjuk, hogy nincsenek ott fák, és állítólag az volt a teória, hogy biztos kivágták a pálmáikat, hogy a szobraikat aztán azon síneket építettek, vagy kocsikat, stb., hogy azon húzták. De ez most már be van bizonyítva, hogy nem így van, és ők meg is értődnek, hogyha valaki ezt próbálja neki bemagyarázni, hogy nem, az ő őseik nem nyírták ki a fákat, hanem más a sztori ott, de épp bennük megvan ez, hogy igenis be tudják bizonyítani idők során, több generáció során, hogy nagyon jól tudtak törődni a szigettel, és nem ők tették tönkre a pálmaerdőiket. Amikor Berikó Katalin megkapta a Nobel-díjat, akkor lehetett egy kicsit jobban betekintést nyerni az ő szakmai pályafutásába, hiszen rengetegen készítettek vele interjút. És én csak kapkodtam a fejemet, hogy hányszor kellett mérlegelnie, hányszor kellett változtatnia egyetemet, mert a kutatóprogramja éppen nem kapott pénzügyi támogatást, és akkor azt mondta az egyetem, hogy sorry, ezzel nem tudom most foglalkozni, és hogy hányszor tűnt úgy, hogy talán elhasal az egész ügy, és mindig újra, és mindig keresett, kutatotta, és mindig valahol sikerült folytatnia ezt a dolgot. Havajon mi a helyzet? Ott, mert gondolom, hogy valami hasonló rendszeren működik az egész, hogy önnek is biztos pályázatokat kell írni, és pénzt kell ahhoz előteremtenie, hogy tudja folytatni a munkáját. Igen, ez pontosan így van, hogy az egyetem, ez a Hawaii Egyetem állami egyetem, úgyhogy az állam végül is megfizeti a fizetésünket, de semmi más nem ad. Igen. Szóval a diákjainkat magunknak kell fizetni az egész projektet, ugye. Úgyhogy nem csak kutató vagyok, hanem menedzser is, mert meg kell írni a pályázatot, be kell adni a pályázatot. Körülbelül 10%-a a beadott kérvényeknek sikeres, mert rengetegen adnak be pályázatokat, és gyakran én is rajta vagyok ilyen elbíráló bizottságokban, úgyhogy egymás projektjeit kell bírálni, és mondom, hogy 10%-a körülbelül a sikeres, és aztán abból megkapjuk a pénzt, fölveszük a diákokat, megtervezzük ugye az egész kutatást, publikáljuk, és azt szerint aztán kaphatjuk a következőt is, ha látják, hogy az elsőt sikeresen befejezzük.
az európai mentalitás, nem mondom, hogy Szlovákia, inkább mondjuk úgy egy európai, hiszen azért európai gondolkodással bírunk azért itt ezen a kontinensen. Az európai gondolkodásmód az ott miben segít, tehát az oktatói munkájában, a szemlélet, a megközelítés, ezt lehet érezni, vagy köszönjük szépen, nem kérnek belőle, vagy igenis örülnek annak, hogy valaki máshogy lát, és máshogy gondolkodik, és másmilyen szemléletet próbál bevinni. Rengeteg dolog van, szóval én szocializmus alatt jártam az alapsulit, és aztán amikor középsuli voltam, akkor dőlt meg, és még azért az egyetem is kicsit úgy működött, hogy volt a professzor úr, akit nem zavartunk meg, volt az előadás, és utána lehet, hogy volt merszünk kérdezni egy kérdést. Megint ez régen így volt. Hogy még most is így van, itt ezen a téren nem mozdult olyan nagyot a léc. Úgyhogy ebben annyira úgy érzem, hogy ebben hátrányom van abból a szempontból, hogy tudom, hogy hallgatni kell, tanulni, hallgatással, földolgozni és aztán fölhasználni, de Amerikában tiszta másképp működik a dolog. Egyfolytában kollaboráció, megbeszélni, na akkor szerinted mi van, stb. És most a gyerekeim, ugye alapsuli és gimnáziumos, ők ebben ülnek fel, és látom, hogy jaj, hát azért ez produktívabb. Viszont amit mi kaptunk ebből az iskolarendszerből, a kitartás, az azért bennük nincs még annyira meg azért menni a cél után, és hogy jó, hát egyszer nem sikerült, akkor álljunk föl, próbáljunk még egyszer. Én most nagyon nyomom ezt is, hogy hát nem tudunk, a kutatásban nincs olyan, hogy tökéletes. Ha jó projektet csinálok, az annyit jelent, hogy még öt további kérdés merült fel abból, hogy megválaszoltam egyet. Azt szerintem a jó kutatás. Szóval akkor nincs megoldás, nem tudunk mindent megoldani, és úgyhogy nem tudunk tökéletes alkotni, de csináljuk a legjobbat, amit magunkból ki tudunk hozni. És szerintem ezt is hoztam magammal, az európai hozzáállást. És pontosan Hawaiion is azt élvezem, hogy annyira diversifált kulturálisan is, és különböző háttérrel jöttek emberek, hogy igen, ez olyan jó kollaboráció, mert mindenki hoz valami erősséget, és akkor össze tudjuk rakni. Hogyha most megkérni az embereket valamire, hogy a bolygó szempontjából mi az, amit mi egyszerű emberek a napi életünkben minimum meg tudunk azért tenni, hogy tényleg, amivel riogatnak itt bennünket, hogy ezt csak a ökoszisztéma összeomlik, mit tudunk azért tenni? Mert a riogatás az megvan, meg mondják a médiában, gyújjul, meg jaj, de megoldásokat nem kapunk. Tehát, hogy nincs megoldó kulcs számunkra, hogy mi az, amit tennünk kéne minimum, és mi az, amit be kéne iktatni a családi életünkbe, hogy valahogy megmaradjunk, fennmaradjunk, sőt, javuljon a helyzet, és egyre jobb legyen az élet itt ezen a bolygón. Amit most kérdezett, az inkább ez az alulról fölfelé hatás, de kettő oldalról kell, alulról föl is, és fölről is. Szóval a politikusoknak is kell, meg a szóval mindenki, aki beleszól abba, hogy akkor most milyen autókat használunk, mennyibe kerül a benzin, stb. Annak is kell megtörténnie, ugyanúgy, ahogy alulról a családon belül, meg az iskolán belül kell lépéseket felhozni. Úgyhogy mind a kettőben aktívnak kell lenni mindenkinek, szerintem ugye a mindennapi életünkön belül. Azért gondolkodjunk el, hogy ja, hát én csak egy vagyok a több billióból, de a sok billió ugye összeadódik. Úgyhogy igenis, amit mi meg tudunk tenni. Hát azért nálunk igaz, hogy van víz, de a talajvizet használunk, oda kell figyelni arra, hogy mennyi vizet használunk. A folyóink hogy vannak szabályozva, mi az ekológiai kihatása annak, hogy erőműveket építünk rájuk a folyókra. És azért a tömegközlekedésben vannak nagyon jó dolgok. Szóval annak ellenére, hogy most már megengedhetjük magunknak, hogy autózunk, azért lehet, hogy a biciklihez vissza kell térni, meg a tömegközlekedéshez is, hogy azért legyünk hajlandóak arra, hogy változásokat csináljunk, és ne produkáljunk ugye annyi szemetet is. De amikor a fölülről való hatásra gondolok, akkor meg ha választunk, amikor bedobjuk a választási célunkat.
akkor hozunk döntéseket. Vagy akiről gondolkodunk, hogy választunk, kérdezzük. Igen, ismerjük tőlük megkérdezni, hogy na és mit tennél ennek érdekében, hogy a gyerekeimnek egészségesebb életkörnyezetük legyen. Igen, talán az elmúlt évtizedek alatt olyan úgy pozícionáltuk magunkat, hogy minthogyha maga a föld golyó és az itt lévő természet és a környezet konstans lenne, de nem konstans. Egyáltalán nem konstans, igen. Most egy geológia tanszéken vagyok, ugye, ahol geológiát is tanítunk, és annyira tetszik a geológusok hozzáállása, hogy a geológiai időszámítás az nem emberéletekben van, az millió-billió években van, és hogy a néhány billió év alatt, amióta a Föld ugye létezik, olyan változások történtek, és valahogy a Föld megtalálta ezt a Goldilocks szituációját, és hogy tudnánk benne megtartani, és akkor mik azok a kilengések, hogy reagált erre az ekoszisztéma, vagy az óceánok, hogy mit tudunk a múltból tanulni, megint a múlt nem emberiségi múlt, hanem geológiai múlt, hogy jobban tegyük a következő lépést. Ennyi? Ó, Iris, tölthetsz. De nem beráltam, amikor azt tudjátok. Ennyi, hogy Nincs mit elrakni. Jó, melyiknek mit voltam már? Bérzés, megyes vagy mákos? Mákos. Úgy töltsük a rétes, legalábbis én, hogy a háromnegyedét töltöm, és így gyorsan-gyorsan be kell olajozni, hogy ne száradjon, mert ilyen melegben nagyon gyorsan szárad a tészta, és ha megszárad a tésztánk, akkor nem fogjuk tudni föltekerni, mert fog törni. Úgyhogy gyorsan bevalajozzuk ezt a felnőttekre hagyom, jó? A kézműveskedés és a képzőművészet után egy kis tudománnyal folytattuk. Egy nagyon érdekes világban nyújtott betekintés Dulai Henrietta, professzorasszony. Amint látják, Koncser Erika vezetésével a kézislányok részére megtartott nyári táborban nem csak a pálya átlövést, a passzot vagy a kapuradobást gyakorolták, na meg a hetest, de egy ilyen vendéget is meghívott számukra, hogy bővüljön a látáskörük. Ezentúl azt is fontosnak tartotta a táborvezető, hogy megmutassa, a pályán határozottan, keményen kell fellépni, de a tésztához a konyhában úgy kell nyúlni, hogy a finom kalács és a papírvékony rétes tésztába csavart isteni töltelékek után megnyaljuk mind a tízújunkat. Dulai Henrietta oceánográfus sem maradt ki a rétes készítésből. Addig beszélgettünk, amíg a tészta engedte. Gyerekkorát Jelizen töltötte, ezen a vidéken az édes vizek nyújtotta benefitekkel ismerkedett, aztán egyszer csak már a nagy vizek társaságában találta magát, amit azóta sem unt meg. Az a csillogás a szemében az egész interjú alatt arról tanúskodott, hogy imádja a szakmáját. Ezt mindenkinek jó szívvel kívánjuk.